Ebben a videóban a farmer alja felhajtást mutatom meg, és azt a módszert, amivel én szoktam ezt a folyamatot elvégezni. De mielőtt hozzá a folyamathoz, jelezném, hogy 80%-a azoknak, akik nézik ezt a videót, nincsen feliratkozva a csatornára. Nektek csak egy klik, nekem viszont egy hatalmas segítség, hogy további ilyen hasznos videókat tudjak készíteni. Szóval, ha még nem tetted, akkor most iratkozz fel a csatornára, és folytassuk a videót. Első pontként bejelöltem gombos tűvel azt a magasságot, amit végeredményként szeretnék majd látni, majd egy szabókréta segítségével körbe behúztam egy egyenest a jelölés magassága szerint. Ezután lemértem az eredeti felhajtás magasságát, ami nálam másfél cm volt, majd az előbb berajzolt első vonaltól felfelé behúztam egy második vonalat is másfél centiméteres magasságban. Következő lépésként összeillesztettem az eredeti alja felhajtást a másodikként behúzott vonallal és gombos tükkel körbe rögzítettem az egészet. Ezután varrógéphez ültem, és kicseréltem a talpat cipzárvarró talpra, mert fontos, hogy minél közelebb lehessen varni az eredeti felhajtáshoz. Illesztettem az eredeti tűzéseket, majd körbe vartam a teljes kerületet. Ehhez a folyamathoz javaslom, hogy egy százas vagy 120-as varrótűt választhatok, esetleg ha van, akkor kimondott farmer varrógép tűvel dolgozatok, mert szükség lesz egy vastag és erős tűre, hogy a gép át tudja szúrni ezt a sok réteg anyagot. Háztartási varrógépeknél a vastag részhez érve egy darab kartonpapírral is tudjátok a gépet segíteni amit a talp alá kell helyezni, hogy ki egyenlítse az anyagrétegek magasságából származó szint különbséget. Ezután levágtam a felesleges anyagrészt úgy, hogy 1 cm-es varrásszélesség maradjon, majd kibontottam az eredeti tűzést, és a varrásszélességet befordítottam a felhajtásba, amit pedig ismételtem beborítottam. A belső oldalnál, ahol dupla tűzés van, ott a varrás szélességből egy kicsit kivágtam, hogy könnyebb legyen a varrás. Ezt a részt meg is lehet kalapálni, hogy még laposabb legyen a felhajtás, és hogy a szálak tömörüljenek egy kicsit. Ez a módszer segíteni szokott, bármennyire is agresszívnak tűnik így elsőre. Ezután tűzőtalp segítségével visszatűztem az eredeti varratban az aljafelhajtást. Színben megfelelő 120-as poliester cérnát használok, amit duplán fűztem be a gép felső részébe, alul pedig egy szállal dolgozom. A kezemmel pedig figyelem, hogy alulról is befogjam a részt. És ezzel el is készült a felhajtásunk. Remélem hasznosnak találtátok ezt a videót. Videót, ha igen, akkor ezt egy like megnyomásával nekem jelezni tudjátok. Köszi, hogy megnéztétek, és kommentben pedig írjátok meg, hogy mit szeretnétek látni a következő varós videóban. Sziasztok!